Szeretettel köszöntök mindenkit márciusi Szinnyei Szalonunkban. Sokan vagyunk, ennek nagyon örülök. Ritkán vagyunk ilyen sokan. Azt hiszem, a ma esti vendégünket be se kell mutatni. A Pulitzer emlékdíjas újságírót, Prima Primissima díjas, Schäffer Erzsébetet. Fogadják szeretettel! Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Hallani? Hallani. Jó. Mindjárt összeszedem magam, bocsánat. Azt akartam Lilla kérdezni, hogy, de nem baj, ha nincs, hogy nincs-e véletlenül egy pici, hát majd így állok. Jó, egy pici sámlítok, vagy ilyen kis. Az csak kicsi, arról ne leesünk. Akkor maradunk. Nagyon sok ismerős volt már ott lent a kapuban, Érsekújvárról, Tatáról, Csallóköz eredetű kedves hölgy. És egy csomó dologra emlékeztünk, amit már a régi találkozásokról. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, hogy emlékeznek. Na, most nem fogok udvariasági köröket futni. Nagyon jó érzés. Én ilyen sírósan jó érzés. Csináltam egy puskát, amit nem szoktam, és valószínűleg nem is fogom azt elmondani, amit ráírtam, de ezt a témát, amit választottatok, hogy gombolt ki magad, ezt én persze átvitt értelemben gondoltam, bár egyszer voltam egy nudista strandon. Hát nem kislánykoromban, ilyen maga kamaszkoromban, és úgy meséltem el, hogy az anyukám egy ilyen vagány nő volt, de ez nem igaz, hogy ő hívott el magával, és mondta, hogy miért, hát ez topless-be lehet lenni. És ott masírozott előttem a matek tanárunk. Talpig nudistásként. És tényleg így volt, egy ilyen bányató volt, és ott nem sokára találkoztam a szomszéddal is, akinek én mindig csókolommal köszöntem. Úgyhogy soha többé nem gombolkoztam ennyire ki. De ezt, hogy gombolt ki magad, ezt tényleg így értem, hogy ne zárkózzunk be. Most itt szétosztottunk ilyen kis szórólapokat, amiket a kiadóval szerkesztettünk, illetve én kértem, hogy hadd írjam az elejére ezt a szöveget. Most remélem, hogy el tudom így is olvasni, hogy hiszek abban, hogy köszönöm szépen. Hiszek abban, hogy az ember eredendően jó, hogy pajzsai, kerítései és leplei mögött ott van a kíváncsi, másikra figyelő, segítőkész lélek. Csak bezárkózunk, és féltjük magunkat, mert megtapasztaltuk, hogy az ember védtelen, ha szeret. Tényleg védtelen, de ez nem baj szerintem. Csak azt felejtjük el, hogy a védtelenség hozadéka sokkal nagyobb, sokkal többet ad, mint ha ott maradunk bezárkózva magunknak. Ezért hiszek abban, hogy az életnevű társasjátékot legsikeresebben bizakodva, nyitott lélekkel lehet játszani, akkor is, ha nem dobunk mindig hatost. És mivel az embernek nem muszáj, megmondom, miért nem muszáj, és ez olyan érdekes. Most fejeztem be, mielőtt eljöttem, mert egy ilyen borzasztó, utolsó pillanatos, rémes nő vagyok, hogy a végén, mint a kiállításokat is így szokták csinálni, hogy a végén lesz kész minden, és a berendezések is a végén. És egy Csíkszerda nevű kórusról írtam. Egy csuda társaság. Most ezt nem mondom el, csak ott mondja a karvezető, hogy tudod, nálunk nem úgy van, hogy mi ilyen kis kétperces darabokat mondunk, énekelünk, kétperces darab, kétperc taps.
kétperces darab, kétperc darab. Mert nem tud fölröpülni a lélek. Nem tud megszületni a katarzis. Tehát ilyen nagyívű dolgokat mesél inkább az ember, és biztos észrevették, hogy ezekben a TV műsorokban, ahol ilyen fizetett tapsolók vannak, ott baromira elterjedt, nagyon elterjedt már ez, hogy mindig minden poénra igen, mert annak az a műfaja. És azért intek, csak nem kell. De értem, hogy élvezik és örülnek neki. Szóval, hogy ezt a bevezetőt csak azért mondtam, mert tényleg hiszek abban, hogyha az ember egy kicsit a páncéljait leveti, akkor többet nyer. Akkor sokkal több marad meg. A Lázár Ervin írta az egyik könyvem előszavába, és Isten bizony nem ilyen dicsekvésből mondom, hanem azt írta, és azt éreztem, hogy rám szakad az ég a gyönyörűségtől, azt írta, hogy az ember, amikor reggel elindul ki a világba, akkor a ruháival együtt a páncéljait is magára ölti egy kicsit, mert ha nem is mindet, de azt mondja, hogy a szív fölött egy kicsi ott marad. Mert hát mi annyiféle mindentől tartunk, és kell is tartani, vagy úgy érezzük, hogy kell tartani. És akkor azt írta ebbe a könyvembe, hogy de ezzel a nővel valami ilyesmit ért. Erre nincs szükség, mert árad belőle a bizalom. És anélkül meg talán nem is lehet élni. Vagy hogy nem jó élni bizalom nélkül, az biztos. Elmeséltem a kedves tévés kollégáknak egy ma reggeli történetet, csak illusztrálva azt, hogy a pici bizalom is, ez az egész kicsi is, milyen őrületes segítség és fontos. Ezt a bőröndöt hoztam reggel, és bepakoltam ugyan a könyveket. Az első emeleten lakunk, egy ilyen öreg villaházban, és már senki nem volt otthon. Még 7-kor eszembe jutott, hogy a Péternek szólok, hogy Péter, vicipeld már le, légy szíves a bőröndömet, de még elfelejtettem. Meg még nem is pakoltam be, mert még mindig a Csíkszerda kórust írtam a fenébe, 10 óráig. De kész lett. És azt írta a szerkesztő, hogy Erzsi, ott vagyok és érzem. Csak képzeld, húzni kell belőle. És ilyenkor az ember megőrül. Mert nem tudom, hogy mit fog kihúzni belőle. Na, zárójelt vissza. Hogy viszem le a bőröndöt? Mert érzem, hogy nem bírok emelni, mert valami cvikli van velem, nem bírom ezt a súlyt már. És ha csöng a telefon, senki ne zavartassa magát. Akár vegye is föl. Susogjon bele, vagy kapcsolja ki. Majd telefonos történetet is mesélek, mert nagyon szeretem, és fontos. És az enyém is itt lehet, hogy csörög. Szóval lemegyek az utcára, ami természetesen tök üres. Egy ember nem jön, a szemközti házban mindig jönnek, mennek fiatal emberek, kijönnek szünetelni, bagózni, most senki. Mondom, édes, jó Istenem, hogy már indulni kéne lassan, és akkor látok az utca végén, látom, hogy nő jön, érzem a mozgásán, hogy fiatal nő, nem nézek direkt oda, de magamba fóhászkodom, jaj, csak helyes legyen. Odaér a kapuhoz, és mondom neki, ez a jelentkezés nálam bevált, mert nagyon sok embernek a fülébe, mi van, ez a hallgató van, és nem hallják, ha én azt mondom, hogy fiatalember vagy uram, vagy nem hallják, úgyhogy jelentkezem. Jelentkeztem, és mondtam, hogy bocsánatot kérek. Fura kérés, van egy bőrönd fönn az első emeleten. Azt mondja, és mit kezdjek vele? Mondom, hát arra szeretném megkérni, hogy segítsen lehozni, ketten akár megfogjuk. Azt mondja, hogy kutya van. Mondtam, hogy nincs. Na, és akkor az először láttam a szemén egy pici bizonytalanságot, hogy mit akar most itt ez a... Rendesen néztem ki, minden rendben volt. És akkor bejött, fölmentünk az első emeletre, mondta, a kezébe volt egy kis tízórai, és mondta, ezt letehetem valaholva? Mondom, igen, erre a kis asztal, ott volt a szomszédnak az asztal. Azt mondja, és macskani?
Mondom, macskos. Van macska, de nem járt arra. És akkor felszaladtunk, és mondom, hogy vigyük ketten. Azt mondja, át nekem a 12 kilós kislányomat is tudom cipelni. Leszaladtunk, levitte, megköszöntem. És akkor mondom, hogy... És azt mondja, hogy... És a kocsit is föl szoktam rakni a hévre, a gyerekkocsit. Mondom, és segítenek? Azt mondja, mindig maguktól. Nagyon ritkán, hogy kérni kell. Így váltunk el, és csókolom. És ezt azért, nekem ez nem csak azért, hogy a bőrönd lekerült a földszintre. Nem csak azért. Hanem, hogy igenis megállnak, igenis azt mondja, és igenis neki is fölsegítik a kocsit. Ezek azért nem megvetendő dolgok. És azt gondolom, hogy most ezt tényleg, ha szimbolikusan értjük, akkor gombolt ki magad. Ő ott a kapuba azt mondta, hogy na, ide azt a bőröndöt, vagy mit tudom én, teljesen mindegy. És ezek a kicsi dolgok, mert én általában erről írok, én nem írok nagy dolgokról, vagy legalábbis azt hiszem, hogy lehet, hogy az emberekben néhol nagyjá lesznek, de ezek kis dolgok. És ilyen kicsiből meg sok van. És ha meg sok van, akkor ezeket a áttaposott és áttekert mindennapjainkat, amikor azt hiszük, hogy semmi nem történik, hát be kell vásárolni, meg kell venni a kenyeret, a tejet, a mosóport, amit a gyereket el kell vinni az iskolába, utána edzésre, mit tudom én. Sok mindent kell fölhívni az öregszülőket, beteget ápolni, sok mindent, barátnővel összeveszni, kibékülni. De hát ezek az apró, kicsi másik ember csodái, ezek rendbe teszik. Vagy én legalábbis ezt érzem. Na, inkább történeteket fogok mondani, mert a prédikáció ez elég volt ennyi. Mert általában azt érzem, hogy magukért beszélnek. Most hova tettem a puskámat? Azért csak kell. Fölírtam egy pár dolgot, amit nagyon szeretek elmesélni. Egyszer az Árpád híd metró aluljárójában áldogáltam és vártam az Újpest felé menő metrót. Üres volt a megálló, volt idő, és egyszer csak látok egy olyan 14 éves forma gyereket zakóba, egy kicsit kinőtt zakóba, az ujja is itt csak idáig ért, és mint a szélvész sebességgel így rohangált a metró megálló azért nem olyan nagyon széles, veszélyes, hogy le ne essen. Még néztem, hogy van itt valakivel. Olyan alacsony, vékony gyerek volt. Így rohangált, és így néha azt mondta, hogy tapsolt, és azt mondta, hogy tátá, hé-hé, tátá, hé-hé, tátá, hé-hé. És így nem nézett senkire, csak így a világba, és ezt a furcsa ritmust ütötte. Egy kicsit lütyő gyerek volt, azt éreztem. Nem bántott senki, csak ilyen nagyon így el varázsolva ottan verte a tenyerét. És egyszer csak észreveszem, hogy az oszlopnál áll egy fiatal ember, egy ilyen coffos fiatal ember, aki így követi ezt a gyereket a tekintetével végig, mosolyogva. De nem kinevetve, hanem mosolyogva. És várja, hogy közelebb jöjjön. Azt lehet látni, hogy ő akart ott valamit. Én nem fogok erre ráülni, nyugodtan jöhet valaki be leülni. Hölgyem, a pöttyös blúzba. Nyugodtan, jöjjön be! Nem? Nem, nem, ja, bocsánat, bocsánat. A túlbuzgalom se jó, bocsánat. Nem jó, nem szabad. Na és várta ez a fiatalember ezt a gyereket, aki nem nagyon állt meg, és így rohant még, és ütötte, tátá, hé-hé, tátá, hé-hé. És akkor egyszer csak így leállt, és így lassított, és akkor ez a fiatalember így ránézett,
volt köztük, mit tudom én, 3 méter, és akkor a gyerek közelebb ment. És akkor a fiatal ember már itt tartotta a kezét, a gyerek ilyen terpesz lépésekkel ment, ilyen sután, ügyetlenül, és akkor, mikor közelebb ért, akkor a fiatal ember összeütötte a kezét, ránézett, mosolyogva, és azt mondta, hogy tá-tá, hé-hé. A gyerek nem csinált semmit. A fiatal ember még mindig. Tá-tá, hé-hé. A gyerek még mindig. És a harmadikra elkezdte ő is ütni, és együtt ütöttek egy 5-6 ritmust. Tá-tá, hé-hé, tá-tá, hé-hé. És amikor így vége volt, akkor ez a lütyő gyerek így ilyen nagyon, ilyen, akkor ránézett, akkor először nézett rá, így oda ment egész közel, és a vállával ilyen sután meglökte ezt a fiatal embert. Olyan, és eltűnt, és jött a metró. Olyan finom jelenet volt, olyan különös, a semmienségével együtt, olyan nyitott, olyan ölelő. Na most hogy nem akarom ragozni. Szóval, hogy egy fiatal srác mennyi volt? 22-23 éves ezzel a gyerekkel. Na hát ez ilyen megmarad az embernek, vagy nekem megmarad sokáig. Vagy Szatmárba utaztam. Szatmárba ott van egy, az Intercity-ről leszálltam Fehérgyarmaton, az mondjuk egy ilyen nagyobb hely, és átszálltam az Interpicire. És akkor is fájt a derekam, és kerestem egy olyan helyet, ahol úgy tudok leülni, hogy ki tudom nyújtani a lábam. És egy 4-es ülés volt, ahol egyedül ült egy lány, olyan 16 éves forma, fáj. Ja, azt hittem. Nekem nagyon. És egy 16 éves forma lány ült ott olyan nagyon hányaveti tartásban, rágózott, a fülébe fülhallgató volt, mind a két lába föl volt téve a szemben lévő ülésre, a táskája a 3. ülésen volt, és én meg gondoltam, ha ott tudnék ülni, akkor ki tudnám nyújtani a lábam. És akkor mondtam neki, hogy bocsánat, szabad lenne oda leülni. És akkor azt csinálta, hogy a fönt lévő lábával így arrébb rúgta a táskát a másik ülésre, a lábát ott hagyta az ülésen szembe, és akkor nem szólt semmit. És akkor oda leültem, kinyújtottam a lábam, és elkezdtem olvasni. És egy vékony kis könyv volt nálam, a Bergmannak, az Ingmar Bergman filmrendezőnek egy vékony könyve, a Szaraband az a címe, 4 ember története, kapcsolatokat elemezget, hát nagyon, nagyon mélyrehatóan, vagy nem tudom, nekem nagyon... Szóval megható volt. Elértem egy olyan jelenethez olvasásban, hogy nem bírtam ki, és elkezdtem könnyezni. De nem ilyen rázkódos könnyezés volt, vagy sírás, hanem folyt a könnyem, de rendesen. És becsuktam a könyvet, leraktam oda az ölembe, és azt vettem észre, ahogy elfordultam az ablak felé, hogy nézzek ki ott magamba, hogy a lány írtó finoman és lassan lehúzza a lábát a szembe lévő ülésről. És leült, a rágógumit kivette a szájából. Nem mondom, hogy döbbent volt, de hogy érzékelt valamit, az tuti. És ettől, hogy én ezt láttam, hogy ez a lány ilyen résztvevő velem, még jobban elkezdtem sírni, és nagyon nehezen hagytam abba, akkor már a fülhallgatót is kivette a füléből, és úgy ült ott, mint egy ilyen kis várakozó, nem tudom. Egy nagyon rendben lévő lány volt, jó tornacipő, jó telefon, rendes szendvicsek,
narancslé, az a jobb fajta, és lassan megnyugodtam, és az jutott eszembe, vagyis azt éreztem, hogy nekem most ezt valahogy meg kell köszönni, hogy ez a gyerek így reagált. És akkor azt mondtam, hogy bocsánat, le kellene szállnom, mit tudom én, varjudomban segít, tudja esetleg. És akkor így ült, és azt mondta, persze, szólok majd, szólok. És akkor mondta, hogy most jön ez a falu, egy idő után a hátizsákom nem volt túl nehéz, de ő levette a csomagtartóból, rám segítette, én a könyvet így tartottam a kezembe, és akkor mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm magának, nagy segítség volt. És akkor így állt, és azt mondta, csókolom. És olyan, mi történt ez alatt, a kicsi idő alatt, nem? Egyfelől semmi, másfelől meg minden. És tényleg, ha igaz az, hogy amikor leesik egy levél a fáról, akkor megváltozik a világ állapota. Mert addig fönn volt, most meg már nem van. Tényleg megváltozik. De hát hogy vált, mekkorát változik egy ilyen hányaveti gyerekből egy perc alatt, vagy 5 perc alatt, vagy 10 perc, nem volt sok idő. Szóval, hogy ezt talán se felejtem el, és a helyzetet se. És olyan érdekes, hogy az embernek nem is kell tennie érte semmit, még csak nem is kell kérni, és megszületik valami. Szóval, hogy ezek nagy, nagyon nagy, nagy ajándékok. Azt írtam ide be, hogy időskorban az ember könnyen bezár, és nagyon nehezen nyit ki. Nem mindenki. Ez nagyon változó. Vannak mosolygós, derűs és beszélgetős idősök, igaz? És sokan vannak. Sőt, néha azt érzem, hogy a gyerekek és az idősek a legjobb partnerek utazás közben. De vannak azok, akik nem is biztos, hogy haragszanak, csak szenvednek attól, hogy már nem tudnak felszállni úgy a hévre, hogy már nem tudnak szaladni, hogy már a segíteni kell, hogy sokféle helyzet van. Én is érzem, hogy amikor, mit tudom én, megyek föl a, de már nem versenyzek, megyek föl a lépcsőn, és mindenki megelőz, és a villamos már nem fog megvárni, akkor hajlamos vagyok, mit tudom én, rossz kedvűnek lenni, hát 2 pillanatig csak, mert a villamos elég hamar jön. De hogy nagyon sok, nagyon kell vigyázni arra, hogy mondjam, én azt éreztem, hogy akkor tudok igazán megnyílni, hogyha, és akkor kapok a másiktól visszajelzést, hogyha kérek. Az édesanyámmal volt egy helyzet, amit nem felejtek el szintén. Ő egy dirigálós mama volt. Olyan, megírtam már, és már újra tudnám írni a Temesvári Lány című könyvemet, már sokkal kevésbé lennék kritikus. De az anyu ilyen volt, és amikor 30 év egyedül lét, és önálló lét után össze hozzánk került, mert beteg lett, és már nem tudott egyedül létezni, akkor is dirigált az ágyból. Amikor már jobban lett, hál' Istennek, 3 évig, 3 évig elkezdtük megismerni egymást. Tényleg így volt. Sokkal inkább, mint azelőtt, 50 évig. Nagyon furcsa ez. A Mészöly Miklósnak volt egy mondata, hogy ne aggódj, a halál előtti 5 perc is elég néha a teljes életre. És ebbe is van valami. Na, és az anyukám akkor már hál' Istennek jól volt, és ott lakott nálunk, és kerestük a kedvét, és én nagyon sokszor főztem rizst, mert mi nagyon szeretjük, egyszerű, és nagyon jól tudom a rizst főzni, a férjem még jobban főzte.
csinálta, mert még jobban szétálltak a szemek, és nem ragadt össze, és mégis puha volt. És viszem be az anyukámnak az aktuális ebédet, aki azt mondja, hogy megint rizs. És kopog, mint a sörét. Ez olyan kemény, mint a sörét. Mondom, mama, nem igaz. Ez kemény, nézd meg. Nem volt kemény. De nagyon lassan derült ki, hetek múlva derült ki, hogy ő utálja a rizst. Tésztás, tésztát szeret. Én de mondom, mama, miért nem mondtad? Hát azt mondja, nem fogom még kiszolgáltatni magam, hát hogy képzeled? Mondom, mama, hát azért vagyunk. Nem azért vagytok, hogy éljetek az életeket. Nem. Szóval sok ilyen jelenet volt, és volt egy éjszaka, sokféle volt még, amit nagyon... Mert humora volt szerencsére, jó humora volt, és ezt egy idő után tudta is, be is vetette. Ott volt egyszer a testvére, a Hanzi, akit sok éve nem látott, Németországban élt, és akkor mondtam az anyunak, hogy te anyu, elhívom a Hanzit, jó? Eljön, itt lesztek, beszélgettek, hát a testvéred, na, az is itt marad a nyakadon. Az is itt marad a nyakadon, hogy képzeled, ne hívd ide, nem is voltunk olyan jobban a Hanzival, hagyjál békén, nem. De elhívtam a Hanzit, megjött, boldogság volt, dumáltak, beszéltek, gyerekkori emlék, mindenféle, és egy alkalommal, mi mindig 7-kor vacsorázunk, és ezen a napon valahogy nem voltunk az udvaron, vagy senki nem mozdult, és nem voltunk még ott. Az anyukám és a Hanzi ültek az asztalnál, az anyu kopogott. Látod, Hanzi? Tessék, ezek milyenek? Én egy idős hölgy, te mégiscsak egy vendég, vacsora meg sehol. A Hanzi ekkor hátradolta a széket, fölállt, meghajolt, és azt mondta, bárónő, felmondunk a személyzetnek. És akkor az anyukám egy nagyot nevetett, és aztán lassan megérkeztünk nyilván mi is. Szóval, hogy sok-sok ilyen volt, és sok olyan volt, hogy reggel mondom, hogy mit kérsz, mama, és mondta, hogy hát, mondom, lágytojás, az nagyon jó ötlet, lágytojás. Megyek kifelé, utánam kiabált. Fedőt tegyél a kislábasra. És mondom, hogy de tettem, pedig nem tettem. Mindig teszek, de akkor nem tettem. És sok ilyen kis buta, na. És az a bizonyos éjszaka, amit el akartam, vagy el szeretnék mesélni, az egy ilyen nyúzott, nehéz éjszaka volt. Én álmos voltam, nagyon fájt a fejem, és fázott a lábam. És az anyukám, akinek oda tettünk egy csengőt, hogy nyomja meg, hogy halljuk, bárhol vagyunk, hogyha csenget, azt mondta, hogy nem foglak titeket, mint egy cselédet becsengetni. Hát mondom, mama, de azért van. Nem használta. Viszont kitalált egy ilyen jelző köhögést. És akkor így köhögött, és akkor tudtuk. És ezen az éjszakán így köhögött az anyu, átmentem, mondom, mi van, mamuska? És mondta, hogy a párna, a zsebkendő, egy kis víz, és akkor adtam a párna, zsebkendő, víz, és visszamentem, és már háromszor átmentem, és azt éreztem, hogy már nagyon szeretnék aludni, már nagyon fáradt, és nagyon fázom. És akkor a következő köhögésnél, amikor átmentem, akkor mondtam, hogy mama, baj van? És akkor azt mondta, hogy nem, fiam, csak nagyon jó nekem, ha itt vagy. Ezt akkor mondta először és utoljára. És én azt éreztem, hogy sehol nem akarok lenni másutt. Hogy nem, hogy a lábam fázásra múlt el, nem, hogy a fejem nem fájt. Hogy mennyire a lélek vezérli ezeket a testi történéseket. Csak az, ahogy ezt az anyukám mondta, nekem semmi bajom nem volt. Ott voltam nála hajnalig, és azt éreztem, hogy igen, segít nekem a kéréssel jónak lenni. Ahogy kinyitott, és ahogy azt mondta az igazat, hogy jó nekem, ha itt vagy, egyszerűen az segítette, hogy tényleg jó lehetek, és jó volt ott lenni. Hát
ezek ilyen nagyon nagy tudomány ragozza meg, boncolgatja, hogy melyik gesztus és mi mit csinál. Ezek ilyen egyszerű dolgok, azt hiszem. És nagyon finom volt az a, az, az éjszaka. És akkor volt, azt hiszem, hogy oda nyúltam a nyaka alá, és ölelgettem. És ő nem volt egy érintős, nem szeretett, nem szerette, ha simogatják, nem szerette, ha masszírozzák. Ezek az érintések valahogy nála ez nem működött. De persze, hogy az ember már tudja, hogy az anyukája se volt egy érintős. Ők is megszenvedték akkor. Tehát így gyűrűznek ezek a dolgok, már rég tudjuk, hogy nem magától lesz olyan valaki. És akkor ő puszilgattam, és nem törődtem vele, hogy nem szereti az érintést, vagy szereti, és akkor a végén azt mondta, hogy de drága vagy te, fiam, de drága vagy. Ezek is akkor születtek meg ezekben az úgymond nehéz években. Úgyhogy valószínűleg, hogy az időskor ezt is hozza, hogyha az ember hagyja magát, akkor jobban ki tud gombolkodni. És az meg mindenkinek jó. Még akkor is, hogyha néha félre mennek dolgok, mert félre mennek. Nagyon régi a történet. Azt hiszem, ezt nem is meséltem még el. Még egyet vissza, hogy mennyire a generációk küldik és hozzák és hagyományozzák a dolgokat. Én csak gyanítottam. Nem ezt kezdem. Nem tudtam szoptatni a gyerekeimet. Nagyon rövid ideig. Nagy kínok közt, nagy akarással. Szerintem az volt a baj, hogy annyira akartam. Ezt is elmondja a tudomány, hogy az értelmiségi nők, akik nagyon akarnak, nem engedik el magukat, csak görcsölnek. És nem tudtam. A fiamat egy kicsit. 2-3-4 hónap, vagy 5 hónap az már ő. És láttam, hogy a lányaim meg lazán, jól, sokáig jókedvűen. És gyanítottam, soha nem beszéltünk erről, hogy az anyukám engem nem szoptatott. És így volt. Soha nem beszéltünk róla, egyetlen egy dologra figyelt, és mondta, hogy amikor szülök, és már megvan a kisbaba, akkor egy párna, nagy párna húzatot vigyek be magammal, és zihereljzt őket. Hát ez rég volt persze. Tekerjem magam köré a nagy párnát, és jól tűzzem meg zihereztővel, és jól fog esni, mert tartja ezt a hasat, ugye? De semmi másról, soha-soha, csecsemőápolásról, szoptatásról, és rájöttem, hogy ő egy teljesen elnyúzott, nagyon lesoványodott, láttam később képeket, kismama volt velem, aki... Mindegy, tehéntejet kaptam, feles, meg harmados, vagy nem tudom miért, és állandóan ment a hasam, és ezért izgult, és reszketett. És rájöttem, hogy milyen körülmények között került ő oda, abba a házba, stb. Szóval, hogy olyan sok nem elmesélt, és nem kigombolkozva, őszintén elmondott történetek zajlanak a családokban. Zajlottak, szerintem most is így van, sokszor. Ha magamban nézek, én is még vannak fehér foltok, vagy nálunk is. Szóval, hogy ez nagyon fontos, ez a gombolt ki magad, ez azt jelenti, hogy ne zárd be, mert az rosszat tesz, ami ott van bezárva és görcsös. Miről szól a mese, hogy is volt, a király fiának szamárfüle van a mesében, ugye? És nem szabad senkinek elmondani, de a juhász fiú megtudja, mert meglátta. És hát nem bírja magába tartani, és a furujájával
nem, egy lyukat fúr a földbe, és belesúgja, hogy a király fiának szamárfüle van. Letereti a lyukat, nem lesz semmi baja, senki nem tudja meg. Igen ám, de a lyukból kinő egy kis fűzfa. A fűzfából egy másik juhász furuját farag. A furuja pedig megszólal. A király fiának szamárfüle van. Szóval a titok az egyszer csak az előjön. Jobb, hogyha az ember maga dolgozik vele. Vagy legalábbis én erre jöttem rá minden kicsi és nagyobb dologban. A piros székeket akartam ezelőtt elmesélni. Nagyon régi a történet, tényleg nem szoktam mesélni. Most próbálom összeszedni. Az oktogonnál volt, akkor építették szélesebbre a Járda-szigetet. Nem tudom hányba. Ha Fanni volt olyan 14 éves, akkor 20 éve, 25 éve. És megyek arra, jöttem az Andrássy útról, és látom, hogy a Járda-szigeten ott áll pirosra festve 10 darab ilyen régi fajta csinos kis tonetszék. Tudják, ezt a körkarfája van, kis helyes, pirosra voltak festve, és mindegyik széknél, mit tudom, nem mindegyiknél, de volt egy 5-6 fiatal ott állt. És némelyik beleült a székbe, és a villamos meg nem jött. Hosszú ideig nem jött. És az emberek meg jöttek, mentek. Jött egy idős úr egy bottal. Állt ott a megállóba. Azt mondja az egyik gyerek, tessék leülni. Azt mondja, itt? Hát azt mondja, itt a szék. Leült a székbe, jó, hát akkor ülök. Jött egy, látszott, hogy vidéki házaspár sok csomaggal, és álltak ott, a villamos nem jött. És az egyik lány meg azt mondja, hogy tessenek helyet foglalni. Azt mondja, de itt a villamos megállóba. Hát azt mondja, de itt a szék. Nem kísérlet volt, csak egy ilyen alkalom, mert aztán elvitték a székeket, nem tudom én. Egy idő után már minden széken ült valaki, de nagyon nehezen ülte mindenki, mert a játékot szintén nagyon nehezen lépi meg az az ember, aki be van zárkózva. Aki nincs bezárkózva, az könnyedén leül a székre. Hát itt a szék üres, a villamos nem jön, hoppá, én meg fáradt vagyok, miért ne? De nagyon érdekes volt látni, hogy kik azok, akik leülnek, és kik azok, akik nem ülnek le. Pedig jó lett volna. De a végén tényleg sokáig nem jött a villamos, úgyhogy mindenki, minden széken ült valaki. És egy olyan jó hangulat teremtődött, ami például annál a hév utazásnál is, amit még most elmondok, mindjárt, mert lesz egy közös élmény, egy közös csínytevés, egy közös játék valami, vagy egy dolog, amiben együtt vagyunk, valószínűleg ez mind. Amit gondoltam, hogy elmesélek, de ez ebbe a percbe jutott eszembe. Emlékeznek, hogy amikor még nem volt ilyen nagyon elterjedt, és nem volt divat a mobiltelefon, volt egy ilyen ős, mi volt annak a neve? Ugye nagy darab készülék volt, kevés embernek volt. Az. Mit mondott? Bunkofon. A bunkofon időszak volt. Igen. Megengedett, hogy föltegyem a lába? Jó. Aztán majd lett. Szóval bunkofon időszak volt, és nem szoktuk meg, hogy a telefon, a héven, villamoson, buszon, vonaton bárki bármit elmond. Most mindent elmondunk. Én nem. Hát, mindent nem. De múltkor tényleg egy ilyen, mi volt az, egy ilyen epe operációt hallgattam végig, és 13 epe követ szedtek ki. Tudom, hogy szóval mindent tudok. Hát ez azért olyan hosszan nem volt olyan kellemes hallgatni, mindegy. De válásokat. Mindent megtudsz, ha figyelsz. Én meg elég figyelős vagyok.
Na, és ez az időszak volt, emlékszem, tél volt, még hó is volt, és a reggeli hévvel mentem, nem szoktam korán hévre szállni, és az első kocsiba se szoktam szállni, de most odaszálltam. Mint a heringek úgy álltunk, tömeg volt, tülekedés, és elindult a hév, és egyszer csak megállt, Aquincum megállónak hívják, azon túlment, és se előre, se hátra. Hát reggel 8 órakor mit szól az ember, ideges lesz, Jézus Mária, mi van, mikor indul tovább? Egy hang, nincs vezető, nem szól, mindenki topon van, és egyszer csak megszólal egy telefon valakinél. És kettővel tőlem ott állt egy tahó, egy igazi tahó. Fiatal ember, nagy darab, kigyúrt, még akkor nem volt divat a tetoválás, de nem is tetoválás, egy ilyen fickó volt, nála csöngött a telefon. Fölvette, beleszólt, hát most nem ismétlem meg azt a két szót, amivel kezdte. Meg a második szava, a B-vel kezdődik. És minden második szava ez volt, nem érek oda, meg. Nem értette, meg. Hangosan, durván a szenteket lehozta. Azért megállt ez a hév, és mondta. Ki tudja törölni belőle? Szóval, hogy mondta, nagyon csúnyán káromkodott, hangosan, mindenkit zavart, és sokáig. Oda kellett volna érnie valahova, de nem ér oda, ezt mondta el ilyen fényesen. És aztán lerakta. És ekkor, mintha az egészet úgy rendezték volna valahonnan föntről, megszólalta hangosan beszélő, a vezető, kedvesen, szeliden, bocsánat kérően elmondta, hogy elnézést kérünk, vezeték szakadás, legalább 20-25 perc, igyekszünk, elnézést, nem tudom kinyitni az ajtókat, nyílt pályán vagyunk, tessenek kibírni, bocsánat, vége. És megint, mintha rendezték volna, két üléssel odébb, vagy két szakasztal odébb, egy ilyen négyes ülésből, mint az iskolában, így jelentkezett egy idős hölgy. Az a fajta idős hölgy, aki ki van gombolkodva, aki mindent elintéz, aki intézi, de ilyen kedves kis, emlékszem, lila horgolt sapka volt a fején, és így jelentkezett, és azt mondta, hogy kedves jó fiatalember, azzal a telefonnal segítsen nekem, az unokáimra megyek vigyázni, és még sose késtem késni, hát a szülők mennek munkába, segítsen, szóljunk oda neki, valamit találjunk ki. A fiatal ember kivette a telefont, az ember kézre, mint a gyémántot adták az idős hölgyhöz. Valaki nyilván benyomta a számot, emlékszem a jelenetre. Fölrakta így a sapkáját, alárakta a telefon, és azt mondja, szerbusz cicám, én vagyok a nagymama. Hát képzeld el, 20-25 perc, de jövök. Itt vagyunk, nem mozdul a... És kérdezték tőle nyilván, hogy honnan beszélsz, nagymama. Ó, hát van itt a héven egy édes, drága fiatalember. Övé a telefon. És míg ezt mondta, a fiatalember körülbelül így. A tömeg na körülbelül így mulatott a hév közönsége is. A néni elintézte a telefont, visszaadták az emberek. Ez elrakta mindenféle káromkodás nélkül. És olyan jó ízű volt az a 20 perc, hogy észre se vettük, hogy elmúlt, és csak azért, mert volt egy bátor kis édes néni, aki elintézte, hogy odaszólt a családnak, aki kitalálta, és volt egy rendes fiú, aki hát csak megnyílt azért. Szóval, hogy ennyi kell, azt érzem, nagyon szeretem ezt a régi történetet. De van még egy telefonos, amit le is írtam, és ezt el szoktam mesélni, lehet, hogy hallották sokan. Elnézést kérek. Sokáig nem volt mobiltelefonom, most is ez egy ilyen buta telefon, a férjemét használom. És
De nem volt. Tartottam magam. Nem kell technika elint. És tényleg újságíróként éltem 10-10-hány évig úgy, hogy nem használtam telefont, csak 10 forintost, aztán meg kártyát, aztán meg tudtam a városba, hol vannak a fülkék. Szóval meg néha megkértem, hogy segítsenek. Mert azért farizeus dolog, nem szeretem a telefon, de rá voltam szorulva. Kalauz, vonaton, késett a vonat. Oda kellett szólnom, hogy ne várjanak. Mondom, kalauz úr, segítsen. Azt mondja, mit szeretne? Körülbelül. Hát mondom, a telefonját kölcsön kérni. Szolgálati darab, mondta. Hát mondom, akkor maga szóljon oda. Hova kéne odaszólnom? Hát mondom, hogy ne várjanak. Na, rakja el, aztán jöjjön vissza vele 5 perc múlva. Szóval, hogy nagyon... Na, de ez a történet, ez a kiadó vezetőjével randevúztam, valamiért találkoznunk kellett, és a Batthyány téren szerdán 11-kor volt a találka, és ő egy pontos nő, utál késni, van vagy 3 telefonja, minden be van kockázva. Ott vagyok a Batthyány téren, 11 óra, a Gabi nincsen. 10 óra, 10 perc nincs ott. Még, de jó Isten, lehet, hogy nem ma találkozunk. Lehet, hogy nem itt találkozunk. Jézus Mária, most egy telefon. De telefon nincs, fülkék messze. És akkor bocsánatot kérek, jöttek az emberek, mentek, bocsánat, egy telefonhívás, segítsen. Senki nem állt meg. Igaz, a hajam olyan 10 centire le volt nőve. Elég. Szóval nem egy. Vagy azt hitték, hogy statisztikát akarok írni valamit, vagy kéregetek, nem tudom. Na, elővettem egy 500 forintos. Kifizetem csak egy telefonhívást, kifizetem csak egy... Nem állt meg senki. Az eső elkezdett szemeregni, fújt a szél elég erősen. Napsütésben az emberek jobban segítenek. Egyébként ez érdekes. Na, senki. Egyszer nagy nehezen, ne haragudjon, fiatal ember, megállt, ideges volt, sietett, és azt mondja, hogy tessék, mondom, csak egy telefonhívásra, nincs mobilja, mondom, nincsen, előveszi az övét, tessék, mondom, hát szemüvegem sincsen. Azt mondja, mondja a számot, de még mindig ideges volt, még mindig sietett. Mondom, hát nem tudom. Nem tudja. Ugyanis akinek nincs mobilja, annak van egy notesze. A noteszben benne vannak a számok. Nekem ott volt a telefonnoteszem, salátába, akkor még, most már össze van kötve. Kinyitom, a szél elvitte a lapokat. Na, a fiú akkor már kicsit röhögött, és azt mondja, milyen betűt keressek? Mondom, ha szöbetűt a szemere, Gabit. Azt mondja, na megvan, ide figyeljen, le is beszéljem. Tényleg beütötte és odaadta, le is beszéljem. Hát a Szemere Gabi a Délinél várt engem. 11 óta megköszöntem a fiatalembernek, mondtam, hogy fogadja már el ezt az 500-as, nagy segítség volt. Azt mondja, csókolom, nekem ez megérte. És elköszönt. És... Szóval, hogy ő is össze volt zárkózva, ő is be volt gombolkozva, rohant a dolga után, csak alapvetően nem volt begombolkozva. Szóval, hogy ezek nagy ajándékok és nagy tanulások az embernek is, magának, de nagyon hálás voltam. Volt még egy ilyen, több történet volt, de egyszer egy parkolóba vártam valakit, aki késett. És kellett telefonálnom, hogy jössz, nem jössz, mi van, a Jánosi András nevű hegedűst vártam. És ott álltak sokan, egy férfi a kezében telefonnal, nálam volt 500 forint apróba, mondtam, hogy uram, kifizetem, csak segítsen, egy számot kéne fölhívni. Tessék, persze. Fölhívtam, elintéztem, gyors volt. Mondom neki, hogy nagyon szépen köszönöm, fogadjam már el ezt a 500 forint.
Azt mondja, na ne szórakozzon, asszonyom. Majd oda ment a parkolóórához, és elkezdi bizergálni. Aztán visszajött. Ne haragudjon, egy 200-at adjon még. És lett egy ilyen oda-vissza. Semmi. Egy perc. Csak, na, csak hogy jó. Hogy azért vagyunk a világon, azt hiszem. Nem azért, hogy kölcsön kérjünk, meg segítséget kérjünk, de hogy bármiféle helyzetbe nagy-nagy-nagy öröm ez, na, nekem legalábbis. És mindig visszaköszönnek. Mosolyogva nem is tudom, mi az, hogy mi a legrövidebb út két ember között, egy mosoly. Hát tényleg. És ráadásul, amikor az ember már így öregszik, észrevettem, hiába rakok én ránctalanított odaföl a bajusz részre, csak akkor simul ki a mosolyból. Akkor sima. Azt mondja, hogy na most már kell a szemüveg. Mert van egy csomó történet, csak az ember szeretne, ami nagyon... Ja, igen. Még az idősekről, hogy tényleg sokféleképpen lehet ezt intézni, vagy művelni. Volt nekem egy Zsófi néni barátnőm, Gödöllőn élt, egy kicsi, alacsony parasztházban. Ők valamikor egy polgári család voltak, inkább így mondom, egy polgár család voltak, akiknek nagy festményei voltak, egy nagy gasztrokultúrája, mondanák ma. Az azt jelenti, hogy a Zsófi néni úgy sütött, mint egy angyal, és olyanokat, és Moszkauertől kezdve ismert minden receptet, és főleg süteménybe volt jó, és mesélésbe. És abban, hogy minden tudott ott Gödöllőn, hogy a fővárosban mi történik. Hol van jó kiállítás, hol vannak jó koncertek, színházi előadás, minden tudott, pletykákat is, és a lóversenyről is naprakész információi voltak, hogy éppen ki, nekem azt mondta egyszer Sefferkém, a hólabdára tegyetek. Mondom, ki a hólabda? Azt mondja, a ló, jegyezd meg, hólabda, és játsszátok meg. Na, kimentünk az ügetőre, megtettük a hólabdát, elvesztettünk minden pénzt. Megyek a Zsófi nénihez, mondom, Zsófi néni, a hólabda nem nyert. Hát azt mondja, drágám, ez a lóverseny. Azt is hozzátette, hogy a birodalom, vagyis uradalmakat vesztettek el a lóversenyen már. Na, és a Zsófi néni volt az, akinél sokszor kín voltam nála, és egyszer ott aludtam. És reggel fölkelünk, beszélgetünk, trécselünk, mesél, és én az ablaknál állok, ami az utcára néző két kis parasztház ablak volt, és ott állok. És egyszer csak azt mondja a Zsófi néni, hogy Sefferkém, menj el az ablaktól. Na, mondtam, jól van, mi van? Hát azt mondja, figyelj ide, mindjárt, várjál csak. És egyszer csak, hogy odén megyek, az ablakon, ismerik azok azt a régi gyerekjátékot, hogy a napba tükröztünk, és akkor azt valakinek a szemében. Na, egyszer csak betükröznek az ablakon. Egyszer, kétszer, háromszor. Mondom, Zsófi néni. Azt mondja, ez azt jelenti, hogy lefolyt a kávé. Mondom, milyen kávé? Hát kiderült, hogy Zoli bácsi szemben lakik, ugyancsak 80-on felül. Ő ilyenkor fölteszi a kávét, ha lefolyt, betükröz. Zsófi néni kis ezüsttálcára rakja a süteményt, és átböcöllérezi. Zoli bácsi megisszák a kávét, megeszik a süteményt, egy kis snapszot is isznak, és így elindítják a napot. És mondom a Zsófi néninek, mondom, te Zsófi néni, mi van akkor, hogyha nem süt a nap? Zsófi néni, igen. Ilyet az hitetlenek, az újságírók és a bizalmatlanok kérdeznek, Sefferkém, akkor telefonál az Zoli bácsi. De én nem veszem fel, mert a nyugdíjas tud spórolni.
és úgy elvarázsolódtam ettől a két drága embertől, akik így játszanak, és tényleg inkább a 90-hez voltak közelebb, mint a 80-hoz. Szóval, hogy is van ez a bezárkózás, kinyitkozás, szóval, mert én nagyon sokszor, most már nem bírom annyira a pálinkát, de nagyon sokszor vittem magammal a vonatutakra pálinkát. Ezt is sokszor meséltem. És nem azért, mert az ember részeges, vagy tudom én, le akarja inni magát, hanem gyerekkoromban emlékszem a vonatutakra, felszálltunk a vonatra, 10 percnél, előkerül, ahogy leült az ember, elvackolódott, felrakta a csomagokat, előkerültek a kockás kis terítőcskék, konyharuhák, a kis elemózsiás cuccok, elöntötte a vagont, a leginkább a kolbász fasírozott az almás pite, és esetleg a friss rántott hús szaga, illata, pardon, és akkor az ember falatozott. És a gyerekeket, néha talán egymást is, de a gyerekeket mindig megkínálták, az idegenek is, tényleg. És ez a kínálás volt bennem. Én nagyon sokat vonatoztam az elmúlt évtizedekben, és hosszú utakra. 3 órás, Sopron, Nyíregyháza, Pécs, szóval hosszú utakra. És a pálinka az nagyon jó volt, egy kicsi kis bugykosban ott mellettem, vagy a táskámban. És az egy játék volt, az egy ilyen felhívás keringőre, vagy ki, hogy veszi, vagy érti, tök mindegy. Ott ül velem szemben egy kedves ember, rokonszenves, vagy nem kedves, de tök mindegy, ott van. Azt mondom, hogy bocsánat, egy korty pálinkával megkínálhatom. És akkor kétféle válasz volt, hogy pálinkával. És vagy az volt, hogy pálinkával. Vagy ez, hogy pálinkával. De általában kocintottunk. És egy alkalommal, hogy is volt ez? Debrecenbe utaztam, nyugati pályaudvar. Lefagyott egész Európa, de nem kicsit, hanem arra a hétre, nem, 3-4 órás késések voltak. Délutánra kellett elmennem, vagy délutánra kellett odaérnem egy találkozóra, és elindultam már délelőtt, hogy érjek valahogy oda. És akkor azt csináltam, hogy beültem ott egy vonatba, és az ember, amikor így beül, és még van módja, akkor úgy megkeresi, vagy megkiválasztja, hogy ki az, akivel, szóval aki mellé ülna magyarán. És én nagyon szeretem az ilyen szélfújta embereket, vadász, halász, madarász, vagy ilyen gazdasszonyféle asszonyok, mindegy, sokfélét lehet mondani, nincs is erre szabály, de akkor ott ült egy olyan 70-es, nem úr, nem bácsi, egy gazda ember, azt hiszem, január volt, és olyan piros-barna volt az arca. És odaültem, szabad, tessék, vele szembe ült egy fiatal ember, a vonat nem ment, vagy ha ment, alig ment, szóval tök teljesen mindegy, megszoktam ezt a tök mindegyet, és úgy utáltam az elején, bocsánat, nem egy irodalmi fordulat, az biztos. Na és egy idő után azt mondja a mellettem ülő gazda ember, a vele szembe ülő cimborájának, hogy Sanyikám, nézd már meg, van még abból valami, abból az anyatejből. És na most, aki tudja, az Fekete Istvánon nevelkedett, az tudja, hogy az egy jóféle az anyatej. Erős balatonfelvidéki bor, főleg ilyen Somló környéki. Na, a Sanyi föláll, egy olyan 40-es férfi volt, leveszi a hálóból ezt a harisnyába húzott 2 literes testes kis üveget, megkotyogtatja, és azt mondja, van még Pista bácsi.
hát akkor lássunk hozzá, mondja. Leraktak a kis asztalkára két sörös, ilyen műanyag sörös poharat, megtöltik, nem tele, rendesen, megfogják, és úgy egymásra köszöntik, és a Pista bácsi egy ilyen fél mozdulattal így rám néz, de nem volt abba semmi. Mondom neki, van poharam? Azt mondja, akkor vegye elő gyorsan. És akkor elővettem, töltöttek, kocintottunk, megismerkedtünk. Olyan jó volt velük, nem csak, hogy beszélgetni, hanem az egész, ez a gesztus, hogy ő félrefordult, mert ott volt valaki más is. Na mindegy, biztos érti. És ilyen lett aztán a barátság is, ami hát minden januárban fölhív Pista bácsi, Erzsike, január van, utazunk. Ugyanis kiderült, hogy őt minden januárban elviszi ez a fiatal ember, füredi szőlős gazda, valóban Balaton-Füredi. Berettyó újfaluban lakik ez a Sanyi, és kiviszi a tanyára, disznót vágnak, pálinkáznak, kártyáznak, jönnek a cimborák, és mulatják az időt. És ez a tempó, az ember egyszer csak beleérez, meg beletanul ebbe a tempóba, amit férfiaknak egy kicsit könnyebb csinálni, mert nekünk azért akkor meg kell főzni a jó kis leveseket, meg a, de az is öröm. Na, és olyan jó kedvünk volt, hogy már egyáltalán nem érdekelt senkit, már hármunkat, hogy odaérünk Debrecenbe, vagy ők oda, hát majd megy a vonat, nagyon lassan haladtunk, és ablak melletti ülésen egy felháborodott nő ült, aki egyfolytában mondta, ez Magyarország, ez a MÁV, tessék, ez, hogy szakadjon rájuk az ég, most is Debrecenbe megyek, tessék, a tárgyalásra megint el fogják napolni, hát, ahogy is mondta, és rezgett mindene, és egyszer csak a Pista bácsi rám néz, azt mondja, Erzsike, megnyugtassuk őt is. Azt mondja, mondom, hát próbálja meg, Pista bácsi. Megkínálta, azt mondja, tessék, kocsmát csinálnak a MÁV, és föl volt háborodva, és olyan volt már, mint egy paródia. Ugyanis egyrészt mindenki élvezte az egészet, Pista bácsi még ajánlott másnak is egy kis anyatejet. És szóval, hogy mert az ember, amikor van egy helyzet, akkor nem tudjuk megtolni a vonatot, ezt a helyzetet nem lehetett másképp megoldani. Akkor egyszerűbb elfogadni egy ilyet, mint hogy, na mindegy, szóval olyan látványos volt az, hogy elfogadni és belemenni a játékba, és túlélnia mondjuk a vonatkésést, az sokféleképpen lehet, de leginkább ezzel a kis anyatejjel nagyon, és ezzel a társasággal. Igen, szóval, hogy nincs baj az emberekkel, én változatlanul ezt érzem, és nem tudom, hogy nem élek vissza az idejükkel. Na most erre mit lehet mondani? De most hagyja abba. Csak megkérdezem kíváncsiságból tényleg, hogy hol járunk időben. 7 óra 10 perc van. Én nem sietek, mert óránként megy a vonat, semmi baj. De képzeljék el, és ezt elsütöm, mert így volt. Tiszafüreden voltam egy alkalommal, és ott is aludtam. És hát elkezdtük így 6-kor, és 11-kor, ne ijedjenek. És úgy 11 óra felé, hát akkor már volt kis kolbász, meg egy kis pálinka, meg mindenféle. Ott volt egy kemény mag, úgy 30-40 ember. Én meg csak mondtam. És mikor mentünk már éjfél felé a szállásra, akkor a könyvtáros nagyon helyes lány volt, mondta azt, hogy jaj, Erzsi, olyan jó volt. Van nálunk is egy ilyen nagyon-nagyon jó mesélő úr, csak szegény mióta öregszik, képtelen abba hagyni. Na most, én azóta megkérdezem, hol tartunk időben. Szóval, ha most 7 óra 10 perc,
akkor én még egy olyan 3 történet, annyi még belefér? Nagyon szeretem a, ez is valahol Szabolcs, ez inkább Szabolcs, Szabolcsba volt, igen, mert Záhony felé mentek. Egy kis vonat volt, azt tudom, nagyon hideg volt akkor is. És ilyen fülkékre volt osztva ez a kis vonat. És az első fülkébe benézek, bent ül egymással szembe egy férfi és egy nő, olyan összetartozók, nyakik fejék bubjáig felöltözve, kucsma, sál, kesztyű, és benyitok. Jéghideg van bent a fülkébe, és látom, hogy az ablak körbe ennyivel leeresztve, és hát nekem ez már érdekes volt. És akkor mondtam, hogy bocsánat, be szabad ide jönni? Férfi megszólalt. Be, de nem érdemes. A hölgy, aki mint kiderült a feleség, azt mondja, na de Géza. Na gondoltam, nekem ez elég volt. Ezek játékos embereknek tűntek, vagy legalábbis nem a szokványosak. Na, leültem oda, és mondom, hogy egy idő után, hogy az ablak. Mi is tudjuk. Na de Géza. Mondom, hogy föl kéne húzni. Próbáltuk, de nem ment. Na de Géza. Azt mondom neki, hát szóljon a kalauznak. Már összevesztem vele. Na de Géza. Mindenre volt. És olyan kendővel, vagy mivel sállal utaztam, és annak volt egy ilyen pertlie, letéptem. Mondom, próbáljuk meg fölkötni. Azt mondja a Géza. Jaj, na jöjjön. Fölhúzta az ablakot, én kötörtem, és ott mit csináltam, csomóztam, ott tekertem, hogy fogja meg. Megfogta Géza. Jaj, a kreatív nők. Feleség, na de Géza. Így ment. És kiderült, és mondom, hogy hát mondom, a nagy örömre, hogy mindjárt meleg lesz, mondom, hogy van egy kis narancs nálam, egy kis pálinka, és egy kis pogácsa. Azt mondja a Géza. Akkor ebbe a sorrendben. És akkor feleség, na de Géza. És akkor pont jött a kalauz, én meg itt álltam, ültem a szélén, mondom, jön a kalauz úr, megkínálhatjuk? Meg, de nem érdemli, mond. Szóval olyan jó volt, és kiderült, hogy egy házas pár, akik egy pár hétre, vagy hónapra, már nem emlékszem, a sógoruk tanyájára mentek, mert a sógor elutazott. Záhonytól nem messze. Hova utazott el a sógor? Dél-Afrikába egy struc farmra ment éjjeli őrnek. Ők meg mentek az állatokra vigyázni. Géza és a felesége. Szóval, hogy semmi különös, csak jó a nyitott emberekkel együtt lenni. Nagyon jó, amikor... És a játék az kinyit. A szokatlan, meg a szabálytalan, amikor valami olyat tesz az ember, mivel nem bántja a másikat, de meglepi talán, és azt a rossz helyzetet, ha rossz helyzet. Na, akkor elmondom, mert most már nagyon, nagyon intim a kör. 20 éves voltam. Vékony, sovány, nagyon olyan helyes lány, de nagyon rövid szoknyákat hordtam. És nyár volt, jól lesülve, álltunk az 56-os busz hátsó peronján. Az 56-os busz, minden busznak a hátsó peronja négyzetes volt, középen egy fogockodó, oldalt az alumínium fogockodó. Ugyanez volt, mint a heringek, tényleg. Rászkódott, Hüvösbölgyből mentünk befelé, Hüvösbölgy. Kapaszkodtam, és egyszer csak érzek a fenekemen egy kezet. Ó, hátrafordultam, ott volt a gazdája, és körülbelül ilyen grimaszt vágott. És akkor
Hát próbáltam arrébb menni, a kéz jött velem. Akkor pont most megy ki. Bocsánat. És akkor, hát így, a kéz az ott maradt. És nem tudom, hogy miért. Tényleg nem tudom, hogy hogy jutott eszembe. Hogyan és miért. És hátrafordultam, és ezt csináltam. A kéz eltűnt. Az anyom. És újra hátrafordultam. Körülbelül ez volt a grimasza. És most így vissza, nem most, hanem ahogy az ember így visszapörgeti a mindenféle jeleneteket, meg az életet. Ugye arra jutottam, hogy hát nem bántottam meg senkit, nem kellett szólni semmit. Lehet, hogy azt hitte, hogy hülye vagyok. De megoldódott egy helyzet, egy bolondsággal. És úgy el tudom képzelni, hogy az ember veszekszik a főnöke, veszekszik a tia. Vagy a férje, vagy a felesége. Mi bajod van? Szóval, hogy bármit meg lehet, és ezt be lehet helyettesíteni, gondolom én, sok mindennel, csak ne rágjuk egymást, és ne fűrészeljük, és ne hallgassunk, és ne zárjunk be. És nem. Szóval, hogy ezzel ez nagyon, nagyon, nagyon jó tud lenni. Akkor még egy történet, amit szintén nagyon szeretek, és a végén egy utolsó. Jó. De tényleg ez csak dramaturgiailag. De ez még belefér? Gyorsan mondom. Azt mondja, hogy... Jó, akkor csak az utolsót mondom. Nem? Jó. Hogy provokál. Akkor nyár volt, nyár vége, augusztus. Jó idő, délelőtt. Ismerik azt az állapotot, amikor az ember olyan nagy levegőt tud venni, mert minden rendben van körülötte. Megfőztem. Nem nagy dolgok. Csak az. Ami nagy dolog. Megfőztem. A gyerekek rendben vannak. Anyukám rendben van. A férjem minden, jól megy. Minden rendben. Megírtam a cikket, leadtam. Indulok a munkahelyemre, a kosárba, amit vittem, füge volt, mert a szomszéd asszonynak megérett a bokor fügéje, és mondta, hogy vigyek abból a többieknek. És én így mentem. La, 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 la. Ez az állapot általában így a családoknál 5 percig tart, és aztán mindig történik valami. Na, felszállok a hévre, nyugodt hátsó kocsi, alig van utas. Felszállok, nézem, üljek le, ne üljek le. Egyszer csak hallom. Bent a kocsi belsejéből. Körülbelül ezt. Hanna itt a leskelődő. Hát jöjjön már közelebb, most is leskelődik. Na, én, mint a katona ló a trombita szóra, kijezés miatt, megyek arra felé, és ott ül egy fiatal ember, körülbelül ebbe a pózba, lába szét, a keze ide hátra, rakva, szétterülve, na jöjjön már közelebb, jó asszony, hát minden cikkét elolvasom. Előbb én, aztán az élettársam. Na, mit szól hozzá? Hát mondom, van 2 olvasom. Azt mondja, hát jöjjön már közelebb. Hát figyeljen ide, okos asszony. Hát mit gondol, hány éves vagyok én? Hát mondom, 25. Hát pontosan annyi, hát de hogy eltalálta? Na, és az élettársam hány éves? Hát mondom, 55. Hát pontosan! Hát milyen okos asszony! Ha milyen okos, na ehhez mit szól? Hát mondom, mind a ketten jól jártak. Azt mondja, na tegye már le a szép fenekét itt valahol. Egy cigány fiatalember volt, de nagyon helyes, nagyon szemtelen és nagyon helyes. Szép szemű, szép arcú,
szemtelen. De nem volt, na mindegy, olyan volt, amilyen. Vele szembe ült egy részeg cimborája, azt állandóan előre dőlt, ezt lökte vissza. Én megmondom, hát csak nem ülök a részeg mellé. És a másik oldalon ültem le, ahol is ott ült egy nagyon, nagyon szimpatikus, vöröshajú, 50-es, jó 50-es hölgy, olyan mindene rendben volt. Zsabós kis blúz, könnyű kosztümkabát, cipőtáska. Olyan rendben lévő, és ő ezt az egészet, ami ott zajlott, ezt nem bírta. Körülbelül így ült ott, és vártam, hogy föláll és elmegy, de nem. Ez volt a kis millió, amikor is tovább beszél ez a drága ember. Leültem, azt mondja, megdicsér. Na, okos asszony, hát végre, hogy lerakta. Végre, hogy itten van. Na, ide figyeljen. Azt mondja meg én nekem. Ha melyik a legszebb vers a világon? Úgy meglepődtem, hogy ezt kérdezte, hogy se Adi, se Petőfi, se József, senki nem jutott eszembe, nemhogy költővers se, és akkor egyszer csak beugrott gyorsan egy könyv címlapja, és azt mondtam, hogy a nagyon fáj. Azt mondja a fiú. Hát tudtam, hogy József Attilát fog mondani. Hát de nem az a legszebb verse. És abba hagyta a cigányozást, cigány dialektust, és magyar szép irodalmi nyelven elkezdte mondani, de most ezt nem mondom el. E világon, ha ütsz tanyát, hétszer szüljön meg az anyád, egyszer szüljön égő házban, egyszer jeges áradásban, egyszer bolondok házában, egyszer hajló szép búzában, egyszer kongó kolostorban, egyszer disznó közt az olban, fölsír a had, de mire mégy, a hetedik te magad légy. Ez a hetedik című vers, ami hosszú vers, nagyon szép vers, különös vers. Úgy mondta el ez a fiú, hogy már nem kaptam levet. Szóval gomboc volt a torkomba, és ahogy ott ülök és hallgatom, látom, hogy a hölgy, aki eddig ül, így egyenesen előre néz, és folynak a könnyei. És akkor befejezte, és azt mondta, hogy hát ez a legszebb vers, hát nincs igaza. És akkor én azt hittem, hogy én oda megyek most, megölelem, megcsókolgatom, és azt mondom neki, hogy hol az apád, hol az anyád, ki az élettársad, ki a tanítod, ki vagy te, kicsoda vagy te. Totál oda voltam az egésszel. De nem mentem oda, nem mondtam semmit, elővettem a kosaramat, és elé raktam, mondom, kér fügét. Azt mondja, fügét? Hát együnk fügét! És vettek fügét, és az Árpád hídnál leszálltak. Ott maradtunk a hölgyel. Nem beszéltünk. És az Margit hídnál szállt le, így megkerült, én csak ott ültem, megkerült, és azt mondja, megállt. Azt mondja, Istenem, de jó volt. Akkor én kezdtem el sírni, ő leszállt. Hát ennyi volt. És ha most itt elkezdem, hogy ki volt nyitva és ki volt zárva, ez a fiú totál nyitott volt. Én se voltam nagyon bezárva. De ez a hölgy be volt csukva nagyon. És ennyi kellett. Mindig csak ennyi. Mindig csak egy kevés kell. Csak az igazi legyen. És az lehet egy gesztus, annyi, mint bármi lehet. Úgyhogy, na, utolsó történet, de édes. Utolsó történet, dramaturgiailag. A vége. Ősz. Ősz volt. Mocsadék idő. De nem az ősz, amikor már a városban már nem kapsz levegőt este 6 órakor a smogtól. A lámpák alig égnek, szemereg a ködös eső. Egy kutyaszaros utcán mentünk a lányommal, egy úgymond vendégségbe.
de csak úgy be akartunk ugrani valakihez. Az egész ilyen nagyon nem volt jó, és azt mondja a Fanni, hogy mama, menjünk inkább haza. Ne, menjünk haza. 6 után volt, és tényleg ilyen ronda, kerülni kellett ezeket a csapdákat az járdán. És a kocsi úton mentünk, bánatosan bóklászva, mondtam, Fanni, most már megígértük, elmegyünk, jó. És akkor egyszer csak a tér felől egy olyan 100 meter, ami hány méterről, felharsant, felzengett, felcsendült az ószóle mió. Mondom a Fanninak, mondom, te Fanni, figyeled? Azt mondja, mama, ne csinálj semmit. Mondom, nem csinálok, de hát milyen ez? És úgy elképzelte, hát kisütött a nap, úgy énekelt, ez férfi hang volt, és hát egy ilyen, de teljesen, mondod, ki tud ilyenkor, ilyen időben így énekelni, és egyáltalán a hangja milyen. Na, jött közelebb a hang, és egy árkádos részen mentünk, mellett mentünk el. A hang bent ment az árkádok alatt, mi meg így kívül. És csak énekelte, a refrént duplázta, kicsike lányka, te légy enyém, és hát zengett az egész. És pont a vége felé így háromszor még újrázott, és aztán befejezte. Én meg nem bírtam ki, és fölkiáltottam, hogy bravo! Mire megszólalt a férfi, minő fülek? És ekkor ért ki a végére, és ott az árkácsor végén ott állt egy ilyen, hát egy színpadi jelenség volt, nagyon széles karimájú kalap, fehér selyemsál, hosszú felöltő, ernyő, és egy nagyon drága ilyen borjúbőr aktatáska. Megállt, és mondom, jó estét, mióta énekelnek a bankigazgatók az utcán? Azt mondja, kezi csókolom, én csak dolgozom egy bankban. Azt mondja, hát jó kedvem van. Te mondom, ilyen időben? Hát mitől van jó kedve? Hát azt mondja, kezi csókolom, én voltam a feleségemnél a kórházban, gyógyul. Ott fekszik az anyósom is, ő is gyógyul. Csütörtökön jönnek haza, még van 2 napom. Elmentem a kocsmába, megittam 3 sört, hát ettől van jó kedv. De mondom, a hangja, milyen hangja van magának? Na hát a fülecskéi, azt mondja, hát én a Vas Lajos dirigálása alatt a MÁV filharmonikusoknál énekeltem 30 évig, még szólót is. Hát mondom, ez hallatszik. Mondom, ide figyeljen, hol lakik maga? A Fanni ekkor már 3 méter, mama, ott volt 3 méterre, menj, ne, mama. Mondom, nem. Ja, miért kérdezi, szép asszony? Mondom, hát azért kérdezem, mert hogyha nem lakik messze, akkor nem árt meg a sörre egy kis pálinka. Azt mondja, pálinka? Hol van az a pálinka? Mondom, hát egész véletlenül nálam van. Ott volt a táskámban, vagy a szatyromban. Előszedtem a kis ezüst poharamat. Töltöttünk, kocintottunk, hoppá! Azt mondja, minő nedű. Honnan való? Mondtam, hogy honnan való. Azt mondja, hát ide figyeljen, jót tett helyébe, jót várj. És azt hittem, hogy újra dalra fakad, de nem. Elővette a méregdrága kis aktatáskáját, rárakta a combjára, kinyitott, és elővett belőle egy pár füstölt kolbász. Azt mondja, ez meg a sógoromtól való Debrecenből, egészségükre. Ezt vittem a nővéreknek is, mondta. Na, elfogadtuk. Elmentünk a vendégségbe, az egyik szálat megettük, a másikat hazavittük, és a héven azt mondja az én Fanni lányom, akkor 14 éves volt, vagy 15, azt mondja, te mama, én lassan elhiszem, hogy ezek mind megtörténnek veled. Na, itt a vége, fussávéle. Szóval, hogy föl kell kiáltani, hogy bravo, és néha horkantani kell. És talán nem is kell semmit, csak mosolyogni, és várni a változást, ami, ha lent van, az ember följön, hogyha fönt van, akkor egy kicsit majd le fog menni, de ez mindig hullámzik, és soha nem érdemes föladni. Úgyhogy nagyon köszönöm. Köszönöm, hogy könnyen tudnak nevetni. Köszönöm, hogy könnyen tudnak könnyezni.
És köszönöm, hogy végig szembenéztünk egymással. Az nagy ajándékám. Úgyhogy Isten áldja mindannyiukat, és köszönöm szépen. Hoztam egy pár könyvet, de nem kötelező. Ha valakinek van, szívesen dedikálom, és minden jót kívánok. Köszönöm szépen.